Sziasztok, ez vagyok, és ez most nem egy gameplay, vagy esetleg egy végigjátszás videó lenne, hanem ez egy tutorial videó, amivel meg szeretném nektek mutatni, hogyan is lehet kicserélni a zenéket, vagy éppenséggel a hangfájlokat a Mount & Blade Warbandben, vagy akár még az elődjében, a Mount & Blade-ben. Na most először is meg szeretném nektek mutatni azt, itt a Mount & Blade, és akkor itt vannak a zenéi, a játék mappán belül, a music részben. Ez ugyanígy van a Warbandnél is, de ezt azért gondosan elmondom. Oké. Mivel kezdjük? Legelőször is keressünk zenéket. Én már ezelőtt összegyűjtöttem ebbe a mappába, és hát én ezeket a zenéket akarom berakni. Fontos, hogy amelyik zenét be szeretnék rakni, előre írjuk oda, hogy mi melyik helyére akarjuk oda rakni. Én ide írtam, és sokkal könnyebb lesz, úgyhogy ez így tökéletes. Na de, bizonyít térünk vissza a Mount & Blade-hez, mert például akár itt is meg lehet nézni, hogy a file az OGG-ben van. Na már most nekünk nincsen ilyen zenénk, úgyhogy le kell töltenünk a Format Factory-t, hát gyengével kedvéért megmutatom. Format Factory. Magyar letöltés, olyan mindegy, de legyen magyar. Itt van a legelső link, már ez. Ez egy teljesen ingyenes program. Nem pirítkerős, úgyhogy ez teljesen ingyenes, tessék, az első link az, úgyhogy megmutattam. Letöltjük a Format Factory-t, ami itt van, nagyjából ez így néz ki, és hát van itt minden, rengeteg, hát ez végül is tényleg konvertálásra használó, szóval XY file-t átrak MP4-be, akár vagy AVI-ba, de menjünk az audio részre és keresünk meg a OGG-t, azt mondja, itt van OGG, itt láthatunk lehetőségeket, file hozzáadása, hasonló, de nekünk igen, ez a fáj hozzáadás a víz kell. Menjünk az asztalra, és akkor keresünk meg ezt. Bejelöljük az összes zenét, és itt látható az összes zene. Így né. Rákattintunk az okra, és az indításra. Utána elkezdi nekünk konvertálni. A gyorsasága a zene nagyságától, méretétől függ, úgyhogy mi most vágok egyet, míg ez befejeződik, úgyhogy egy pillanat. Na, ahogy láthatjátok, itt már mindegyik kész van, egy jó ideig csinálta, de megvan. Oké, meg is nézhetjük, csináltam neki egy külön mappát valóban, ide. Itt van OGG mindegyik, egytől egyig. És most már csak annyi teendőnk van, megfogjuk Ctrl-C, megyünk a Warbandnek a mappájába, és itt van, hogy Music, és egyszerűen bemásoljuk, igen, mindent. Na, ennyi lenne, de nézzük meg, hogy hogyan is néz ki. Na igen, utolsó rész, na nézzük, füleljünk. És ahogy hallatjátok, hát ez nem az alapjátéknak a zenéje. Úgyhogy jól csináltuk. Jól csináltuk a műveletet. Sikeresen kicseréltük a zenét, ha már ez kíván cserélve, akkor a többi is. Úgyhogy ez lett volna az én kis tutoriálom. Remélem élveztétek. Hogyha akartok még tutoriált, akkor írjatok kommentet, és ha meg tudom oldani, akkor amit írtok kommentben, mondjuk, hogy milyen dologról készítsek tutoriált, azt megpróbálom megoldani. Úgyhogy írjatok kommentben, hogy mit akartok látni, mit mutassak meg, hogy mit, hogyan kéne. Úgyhogy igen, és ennyi is lett volna. Remélem, élveztétek, és remélem, tudtam nektek segíteni.
Akkor ez lett volna az első tutoriálunk, köszönöm szépen a figyelmet, Kex voltam, sziasztok!